1991-ben megnyitott a kapuit Zentán a Mojo Klub. Sok év után idén vezetőségváltásra került sor. A Mojo jövőjével kapcsolatban ennek okán számos kérdés merült fel. Ezek közül tettem fel párat a Mojo új tulajdonosának. A jazz, blues, rockzene vajdasági fellegvárának tartott szórakozóhely már több ezer előadónak adott lehetőséget a bemutatkozásra, közülük sokan az Amerikai Egyesült Államokból érkeztek. A zenei felhozatalán túl a szórakozóhely konyhai kínálata is méltán híressé vált. Árokszállási Imre vállalkozó elmondása szerint ezen értékek megtartására törekszik majd. Milyen visszajelzések érték attól a pillanattól fogva, hogy nyilvánossá vált az, hogy a Mojo-nak megváltozott a tulaja? Hát igen, ugye a kezdetekben volt egy borzasztó hadjárat, ugyanis mindenki úgy gondolta, hogyha egy vállalkozó megveszi a Mojo-t, akkor el fogja veszíteni azt a kultusz helyet, amit évtizedek óta az emberek élveztek. Ugye és mivel minden csoda három napig tart, így itt is, úgy ahogy múlt az idő, most már több hónapon keresztül, most már az emberek jönnek, szétnéznek, hát azt mondja, itt nem változott semmi. Hát nem is fog változni. A Mojo Klubban a szánypróbálgató művészek is bemutatkozhatnak. A megszokott szombatesti koncertek eheti szereplői az Incense, a magyarországi Fatal Error és a Frénia voltak. A fiatalok nagyobb mértékű kivándorlása az meglátszik a Mojo közönségén is, tehát ugye a mi időnkben, amikor még mi járkáltunk ide ilyen csikóként szórakozni, akkor sokkal-sokkal több fiatallal, meg sokkal-sokkal több ismerőssel találkoztunk. Ma sajnos ez már azért hát rendesen megfogyott. De a kemény mag még úgy látszik, hogy mindig itt van. A témáról bővebben november 5-én hétfőn este 9 órakor a Fesztelen című ifjúsági műsorunkban számolunk be.